mindenkinek, ez itt újra PC Games, én Robi vagyok, és régen elkezdtünk egy sorozatot, amelynek az volt a címe, hogy játékkihívások. Úgy terveztük, ugye, hogy 10 ilyen játékkal fogunk játszani. Ebben a videóban viszont Atari-s játékokkal fogunk játszani, 2600, igaz? Igen, Atari 2600B. És az a lényeg, hogy itt van velem PC Studio, akinek van még egy... Akinek van még egy csatornája, a Red 2, oda ilyen régi tévés reklámokat rak föl, földi adásokból. TV2 játékból ilyen reklámok, nagyon régiek, 90-es évek. Meg blogok. Igen. És a vesztjétek át menni a PC Studio nevű csatornára is. Azért ne csak a PC, olyan Red 2-re. És... az a lényeg, hogy ez egy 70-es évekbeli konzol volt, az Atari 2600. Most 10 féle játékkal fogunk játszani. Tehát 10 féle játékkal fogunk játszani, és aki több játékot nyer meg, az fog a végén összesítve nyerni. Tehát ha én mondjuk 5 játék, vagy 10 játékból 6-ot megnyertem, PC Studio meg csak 4-et, akkor én nyertem, igen, összesítve. Magyarul gondolva. Ezt így röviden tömören így összerakol. Na, hát az első játék egy tenger alatt járós játék lesz. Ezzel kezdjük. Az ügyességünk csak megmaradt. Igen. Ja, igen, és ez olyan, hogy kettesével lehet nyomni. De hát ez magyarul mondva, kettesével olyan lesz, hogy... Kicsit modernek leszünk, mert Xbox controllerrel fogunk játszani. Ja, szokásosan. Úgyhogy, ja, akkor át is állítom. Nem, így kell. És F2-vel, ugye régi gombokkal elindítani, F1-F2-vel. Lehet, hogy ebbe te leszel inkább előnyösebb, mert én nem sokat játszottam régen ezzel. Majd kiderül. Oly! Kicsit érzékeny, de semmi baj. Ha elég ügyesek vagyunk, talán nem lesz semmi gond. És mint minden ilyen régi játéknál, ennél is ugyanaz van, hogy pontgyűjtésről van szó igazándiból. Akinek több pontja van, az győz. Na hát itt már rózsaszín halak úszkálnak, vagy cápák. Atya úristen, mit csinálsz te? Én össze-vissza mozgok. Annyira csak lehet. Azért másabb, mint az eredeti... joystick-kel játszani, na akkor most eljössz. Én azért nem vagyok a mozgik, hogy mit te. Hogy az oxigéned? Ahol megjelenik a bulvár, ott lesz a hal is. Azt észrevette. Igen. Ha nem is egyszerre, de azért ott lesz egy idő után. Aha. Ja, miért a kis monitort nézem? Most kérdezem én magamtól. Ugye ez a kis monitoron könnyebben megy. Igen? Ja. Én a nagy monitor. Próbáld ki. A kis monitoron jobban megy. Meg szeretse, hogy nincs nagy késleltetés. Tök jó. Ez amikor van az a tévés. Izé! Na, meghívják! Hát amikor televízión lehet telefonálni, és nézik a tévét, ugye későn megy a hangoda, aztán sokáig vár az illető, mikor szólal meg a tévében lévő stúdiós ember, aki kérdést tesz föl tőle, tudod? Aztán mondja, ne a tévét néz, hanem a telefonba beszélgessen. Az igen? Hogy nyomom? Lehet az ilyen kemény vagyok? Ezt szerintem elég hosszú játék, ha nem lesz.
Ez meg lehet. Most éljövök. Egy kevés volt, kevés kellett hozzá. Na, ezek is. De megjegyzi a játék, hogy hol tartasz. Igen. Az tetszik. Pedig ez mikorú játék? Egy 40 éves játékról beszélünk. Igen. Ajaj. Jó, eddig én állom a pontot. Oh! Te is. Mert ez is már csak egy út. Ez most addig fog menni, ameddig el nem fogy az összes tengelyjáró, ugye, igazából az a lényege. És mennyi pontunk van? Ki meddig bírja eljutni az ember? Jaj, ne! Azért másabb, mint a rendes konzolon, nem? Hát másabb, az biztos. De itt csak a rossz. Nagyobb a kihívás. Jó, eddig én vagyok előnybe, pontokba. Nem baj. Van még 9 játék ezek ki. Jó van, de egy más is valami. Igen. Ez az. Ugye kilősz tengatjárókat, akkor lesz ember is. Azt vettem észre. Ha kettőt lőszik, akkor két izé lesz. Búvár, tudod? Nézd. Kilövő kettőt, lesz egy. Egy. Hoppá! És már is van ott még egy. Jaj, nem is figyeltem, bazdnek, hogy hol vagyok. Utolsó tenger alatt járom van emberek. Ez az a gyors volt. De ez nem jelenti azt, hogy a következő sikerült. Nem is figyeltem, hogy hol van az a hal, nem most én hitelen azt figyeltem, hogy hány ponton van. De... hát igen, ez a baj, kicsit a kontrollernek, hogy magától megy egy kicsit, ha nem húzom vissza rendesen. Na, meddig fogom bírni, gyerekek? Kíváncsiak vagytok? Következő részben találkozunk! 7860, nekem 4400. Hát ez gyors volt, akkor egy pont, jöhet a következő egy pont játék. Ide. Eddig én vagyok nyerő. Látjátok? Én vagyok a legkirályom. Na, a következő játék az úgynevezett Enduro, ami igazándiból a Forma 1-es játéknak egy fajtája. Na, hát itt akkor... Ennek az a lényege, azt tegyük hozzá, minél több autót előzöl meg, ebben nem lehet esélye játszani. Nem lehet. Minél több autót előzöl meg, az összes autót megelőzöd, akkor kapsz egy új szintet. És igazából nem csak azt kell nézni, hogy hány egyedik szinten vagy, hanem hány pontnál jársz. Igen. Ott, ahol az a számláló. Igen, és közben folyamatosan éghajlatváltozás van. Igen. Jól mondom? Igen, ja. Éghajlatváltozás. Tehát nappal van, aztán besötétedik, ködösödik, hó, leesik a hó, meg ilyenek. Na, hát akkor indítom most a játékot. Hú, mennyit játszottunk ezzel is régen. Mennyi, 10 évvel ezelőtt? Hát, ez biztos. Minimum. 10 évvel ezelőtt játszottunk ezzel. Hoppá. Igen, és ha neki megyünk egy másiknak, nem robbanunk föl, csak hátra lökődünk elég jól. És ugye az nem jó, mert akkor nem tudunk visszaelni a kocsikat. Igen. Ebben lehet én fog járni ebbe is. Hát, ezzel is igen, ezt nyomottam. Hát Xbox Controllerrel még nem is nyomottam. Az eredeti kontrollerre azért jobb volt régen. Sokkal egyszerűbb volt. Na, valami csak venni fog. De... kicsit problémás az érzékenység. Nem tudom, ennyire tudtuk csak beállítani. Fene vigye el. Mint ha öreg veteránok, te nem tudunk játszani a játékkal. Tehát egy nyugdíjasok lennénk, nem tudjuk, hogy kell ezt a játékot kezelni. Ez nagyon jó. Tök jó, ez tetszik, amikor sokszor pedig nem vagyunk olyan öregek, de mégsem tudunk játszani. Yeah. Arra jó. Pedig ezzel nőttünk föl, pedig. Igen. Ez volt az első olyan igazi komoly játékunk nekünk. Hát ez volt az első konzolos videójátékunk. Igen. TV játékunk. Emlékszem, még a antennakábelen keresztül kellett
behozni a tévén. Igen. Mint egy tévécsatornát. Antenna kábelen keresztül lépitek. És akkor úgy. Most kihallott, hogy antenna kábel, már SCART sincs. Nem mint antenna kábel. Ja, amikor bejött a SCART, az is egy nagy váltás. Végülis HDMI elődje a SCART konkrétan, de úgy veszik. Mert egyetlen csatlakozó tudsz be a tévébe. Eddig nekem egy pont a 10-ből, ne felejtsétek. Melyikkel fékezek, nem tudod? Hátra húzod. Ja, tényleg, mint régen. El is felejtettem. Oh. Úgy látszik, most megint belejöttél. Ja, igen. Ez izgalmas, mert ugye az a baj, hogy néha balra húzza magától. Ettől nehéz. Nehezített játék. De ahhoz képest most meg már jó nyomod. Aha. De megint elhúzta balra. De nem szeretem az ilyet. Csiga lassan. Látjátok, itt most be van, itt most köd van. 46 autó lenne még. Már csak 40. Ez nem egyszerű. Aztán mindjárt pittyogni fogom, amikor eltűnik a köd. És még emlékszel rá, hogy pittyog ilyenkor utána. Igen. Jelzi, hogy már nincs sok időm hátra. Igazából itt nincs, hogy hány percet van, hanem az, hogy az az idő ott a határ, hogy másnap reggelre teljesítsen. De a második kör már nem biztos, hogy sikerül. De... nem engedjünk. Már csak öt autó van. Egy! Ez az! Jó, az első kör megvan. Mindentől lesz nehéz. Egy 300 kocsit kell mi? Elhoz... leelőzni. Igen, és ha most mennyi volt? 200 volt először? Igen. Na most a 200-nál épp, hogy elértem az utolsó autót, akkor 300-nál hogyan fogom? A pontok lényeg itt a, ott fönt, ami számlál. Az aha, 1100 pont. De ez olyan, mint a kilométer számlaló lenne. Aha. Na már. Úgyis meg. És tényleg ez a rossz, hogy neki mész a másiknak, és akkor jó sok autó megelőz. És akkor... de már... ja, még csak 200... még mindig, még csak 294 kocsi van. Jaj! Ne! Azt hittem sikerül gyorsan bevenni itt mindent. De már... Elég béna vagy már. Nem vagyok béna, csak... kéne szerezni USB-s Atari kontrollert. Én nem tudom, én a Xbox kontrollerrel megelégetek. A robotpilóta magától balra megy. Ja. Csak elengedem az analóg kart. És még van durván 721 kocsi. Igen. Atarin azért sikerült már a harmadik körbe is bejutni. Régen. Hát itt nehezebb irányítani. Nem igaz. Ez a rossz, hogy ugye mindig arra gondolok, hogy középen marad, ha elengedem a analókkal, de mindig balra húz. És folyamatosan korrigálnom kell. Jó, most kanyar is van. Ezt tett hozzá. Igen. Nem áll. De tényleg megint balra ment. Tök rossz, elindul magától balra. Inkább a út szélének húzom ki. Nem, olyankor inkább csak lelassulok, mint hogy megelőzzenek a kocsisok. Ja. Hát már elég nehéz. Aha. Ettől izgalmas játék. A grafikája nem egetrengető. Tessék? A grafikája nem egetrengető. Na de itt, vagyok be, azért a korához képest egész szépen megrajzolták. Jaj, nem fikázásból mondom, hanem
az, hogy nem eget rengető, úgy értem, hogy nem terheli a gépet, az biztos. Ja, az úgy nem. A gépet nem terheli, az biztos. Mondjuk tegnap ezen hűültünk, hogy ma biztos kigyírja azt a gépet. Ja, na, szaggatni fog mi. Nem fogja bírni ezt a... Brutál erős. 21 kilobájtos játékról beszélünk, gyerekek, 21 kilobájtosról. Még az észre Predator sem viszi el ezt a játékot. Hát ebben nem fog sikerülni, elég nem, mert még van szó 35. Ó, ez nem fog sikerülni. Már képtelenség. De 2140 pontnál tartasz. Pont az lényeg. Jó. És vége lesz mindjárt. Jön egy egyszerű zene. Ja, most neked oda kell adnod le. 2218. 2218, jó van. Megjegyzem. 83-as játék ott volt. Ja, ez 83-as. Activision, egy híres játékkészítő. Activision. Egy kiadó. Na, nem mindig tud-e? De. De más a controller fogása. Neked is Xbox van. Ja, de a gomb. Ja, mert tettem rá a gumit, mi? Ja. Eddig hibátlan. Aha. Én már oda szoktam a controllerhez azért. Így kell játszani a gyerekek. Jó, hogy ez a kezdete. Beszarnák, hogy itt elején már végeznék. A körrel. Első kört elbukazni. Már nem, úgy itt, úgy itt most másnapra nem másnap lesz. Aztán izé, már megvan az összes kocsi most. Uh-huh. Ebben a pillanatban. A hóban nehéz. Amúgy a hót utálom. Itt nem szabad gyorsan menni, ez a titka. Igen, meg a ködbe se. Nem úgy, mint a valóságban. Ja. Egyszerűen nem tudsz gyorsabban menni igazán. De nem tudsz manőverezni. Aha. Nem érem, elmúlik ez a hórész, hamar. Ezt a részt jó lenne, hogyha túllépnénk. Ez az. Most már normálisan tapad a föld, és nem húz el a kontroller. Érdekes. Nem húz balra néha? Nem. Az út ilyen. Nem. Csak szerintem szokatlan volt neked. Nem, nekem tényleg már húzott. Most én csinálom így. Az igen! Már 90-nél tartok! Aha. Szerinted meg lesz a harmadik szint is? Most már a harmadik szintén járunk, érted? Igen, én már időgépben vagyok, Robi! Én időgépben vagyok, hát nézd, a 74 kocsiban már csak hátra, és még nincs is köd. Mi lesz? Igen, lesz. Ma 60 kocsi. Ez az! Ezt a hármat megelőzzük rendesen. Ja, itt kell voltoskodni. De már 50 kocsinál járok. Aha. Azért érzem, hogy megyek a kocsival, mi? Aha. Pont itt megyek neki! Pedig már csak 30 kocsi kell. Hoho. Hú, de ráérzek. Pedig itt a maszkó keresztül nem olyan könnyű ezt játszani, gyerekek. Hoppá. Nem baj, mi nem fogunk leállni. Ne arra menj, bazd meg. Na. 4, 3, 2, 1, ez és megvan. Ezzel 83 pontnál tartok, jól van.
hátulján lévő spoilerből lehet felismerni, hogy Forma 1-es autó akar lenni. De utálom ezt, hogy így jön el a kapocsi. Ki szereti ezt? Mindenki szerintem, csak rajtam kívül én egy. De nézd meg, mennyi vissza előz, mert megelőz 10, bazd meg. Körülbelül. Nincs a nyeres út, bazd meg, inkább kanyarodjunk, ez az. Ezt imádom benne. Kegyetlen, nehéz, nehéz. Megint jön a hó, ez az. Hú. És igyekszek nem annyit neki menni, észrevettétek? Mondjuk alig mentem neki eddig a kocsiknak. Figyelem én is. Még a pontszámom nem olyan sok, az igaz. Egyes megidőzi a 23. Istenem, bazd meg! Úgy utána, amikor egymás mellett mennek a kocsik állandóan. Nem lehet azt, hogy nem, hogy most mondjuk itt. Ne, itt most elmenni. Ja, hogy középen mész, vagy jobb oldalt mész folyamatosan. Gondoltam, hogy balról pont jönnek. Ugye beesten legyek. A nap lemente van. De nem igaz, most azért is neki megyek. Már csak 180. Komoly. Hú, már 160. És 1800 pontnál járok, hogy van ez? Neked mennyi autó volt itt hátra? 120 valamennyi volt, mikor Game Over lett. Ja, én még már 120 alatt leszek mindjárt. Aha. Mi lehet sikerülni fog? Izgulok! 106 autó. A pittyog. Ez az! Mi a fene? Ez az! Hetven kocsi! Hát szerintem így is nyertél, mert már 2200 pont született. Ne, ne zavarjál meg! Most koncentrálok! És... 50 autó. Ez az! Mennyi! 100 ponttal tört. 120. Ponttal, 22. Ez igen! Még egy pont ide. Én vagyok egy. Jó, ide kétszer. És mennyi autó maradt? 56, nekem meg 120. Körüléke. Az igen! És kontroll, és Xbox-ot csináltam, nem adtad is szarról. Na! Akkor jöhet a következő játék. Eddig úgy látszik, én voltam el ügyes. Ja. Én sejtettem, mert régen te többet játszottál az Atari-val. Főleg azért, mert nálad volt. Ebben nagyon béna voltam, csak hozzá kell tennem a játékba. Mondjuk nekem ez pont a kedvenc játékom volt. De izgultam, basszus, pedig egyszerű játékról beszélünk, izgultam ezen. Persze, attól meg izgalmas, hogy pedig ez nem olyan játék, mint a Displace, meg a Doom 3. Na, jó, menjünk tovább. Akkor jöhet a következő. Na, ez lenne a következő játék akkor. Az a címe, hogy Bank. Nem volt bonyolult. És az a lényeg a játék. De fedi a lényegét is. Konkrétan egy bankrabló kocsival kell közlekedni, kerülni kell a rendőrkocsikat, és föl kell szedni a pénzt. És közben fogy az üzemanyagot. És ennek van a lényege, ameddig összes üzemanyagot el nem fogy, és a pontszám, a végeredmény.
mennyi sikert összeszedned. Igen. Igazából ennyi a lényege. Én kezdjem? Igen. Jó van. Várj, ezzel is indult. Ez az üzemanyag? A gáz. Az a gáz. Nem, az a pénz. Ujjaj. Lehet lőni? Ja, lehet ilyen akkonaszerűséget verekni. És lent van a pénz, hogy mennyit tett össze. Aha. Ja, látom, ott a gáz. Jaj. Na, miért van az, hogy lefelé húzom és nem megy lefele? Amikor nem húzom lefele, meg nem megy. Ajaj. Kicserezzük. Ujjjj! Az első. Egyéb volt, vagy? Még lesz, hát van még kocsit. Ja, tényleg. Jó. Hú, azért nehéz kicserezni őket. Neki kell mindig menni a falnak, és utána tudsz fölmenni, meg le. Jó, de ott, ahol nem kell falnak menni. Hát ott jó mondjuk, igaz. Ó. Hát ebben sem vagyok a profi. Jó van. Mi van, üvöltek én, hogy nekik ott találok, ami izé, amivel nem vagy jó. Mi? Jó van, én nem gyakoroltam az autós játékokat. Na. Sokszor nem arra megy, amelyre én akarom. Hát nehéz amúgy. Hozzá kell szokni a technológiához, hogy ez ilyen kicsit kihívó. Jaj, mi van? De ott mentem másik dimenzióba. De igazából nem látok a pályák sokat. Csak hát, hogy inkább a nyilakat használom. Ajaj. Ajaj. De azzal se. Megy arra, merre én akarom. Ó. Úgy akarom, fel akarok ott menni, na végre. De, jobbra húzom és balra megy. Jó van. Na, de most komolyan, mi ez? Ezt nem hiszem el. Jó, volt egész. Gyors volt. De balra megy, amelyre én akarom. Na akkor, F2. Ah, sem tudom, mennyi ponton volt, biztos keres. 290 volt. Jön, te megnézted? Igen. Így nevet is közben is emlékszem rám, basszus. Látod? Nem, jó van. Látod, így mindig visszamegy. Másik irányba. Hoppá, inkább arra nem megyek. Hát, így utána nézek majd. Egyszer, hogy izé mennyibe kerül egy... Ha csináltak egyáltalán USB és Atari kontrollert. Biztos, hogy csináltak. Az a biztos jobb lenne. Régi. Bot. Kontroller. Hoppá, ezt magamat töltem be. Baszom. Ja, ezt el is lehet. De én pedig ki is próbáltam, hogy hogy lehet aknázni őket. De ha aknát raksz ki, akkor nem fogy valami? Tessék? Amikor kiraksz ilyen aknát, akkor nem fogyunk semmi. A üzemanyagot fogy. Ja, azért mondom. Hát ez már gáz. Hol gáz? Elfogy. Engem nem is használom annyira. A pontot szeretném növelni. Itt most a pont a lényeg. Ja. És mi van életem, baszki, mennyi? Aha. Mi van, túllépem ezt is? És jó, én fogok nyerni. Nem baj, még van 7 játék. Lehetés meg közben a 100. pályán vagyok. Ó, ez milyen pályam rész, a kurva. 300 ponttal most már. Túlítem a teljesítményedet. Már 10 ponttal. Ilyen jó vagy nekem. Mi? Nem mondom, hogy nem gyakoroltam. Meg ez nem volt a kedvenc játékom annyira. Tudod, nem gyakoroltam a kockodobást. Jó. Ja. Jaj, már mindjárt kifogy a üzemanyagom. Itt már csak ez lesz a végem. Hopp, most föl. Amúgy Otari is kontrollálásabb volt egyszerű. Fölvenni, lemenni, meg fölvenni amúgy. De jobb a fogása, tehát az ilyen jobbra-balra mozgásokhoz. Mert itt a kontrollernél csak egy hüvelykújjal mozgatod az adókat. Ja. Ott meg az egészet fogod és sokkal stabilan tudod irányítani.
És még az annak ennyire van még életem, alig van üzemanyag. Hát ideig dupla annyi pont az. Ez az, elintéztem azért, és az is pont. Úgy látszik most, úgy tűnik, hogy az otthonis játékok sokkal nagyobb előnyben vannak benned. És így is, látod? Húha, ez ilyen kemény vagyok. Túl kevés pontod van. Ez az! Kétszer egyet kérdődött. Ja, értem! Gyorsan veszek föl pénzt, és ott megy föl a csík, látod? És minél többet tudsz fölvenni gyors, aha, akkor igen. Üzemanyagot visszamegy. Aha. Érted? Ó, tök jó. Most jövök rá 100 év után. Jó, hát akkor ez is meg volt gyors menet volt. És 580 pont. Igen. Na, akkor... Jó, ez is meg volt. Ez volt a harmadik. És most legalább rájöttünk 100 év után, hogyha mindig... Ha itt van a csík mondjuk, itt följebb, tudjátok ott a... Na. Ahol van ez a szürke csík, a gáz mellett, és minél följebb van, és mész gyorsan át a másik pályán, akkor följebb egy az üzemanyagot. Na, meg a pénzt vették fölé, akkor is töltött rajta egy kicsit. Igen, de akkor, hogyha ahogy átmész a másik pályára, akkor töltödik fel az üzemanyagot. De szóval az a lényeg, akkor ezt a, ez a harmadik játék, ugye tengeralattjáró, enduro, igen. Ez a harmadik, eddig el nekem, eddig a 3 pont nekem. Ugye csak azért választottam, én azért választottam azért, és hát akkor úgy is így fogok járni. Majd meglátjuk. Na, kezdjünk egy másik. Na, akkor következő játék. Na, ez a következő játék. Békás játék. Itt ez is nagyon egyszerű, megint csak pontgyűjtés, de az a lényeg, hogy legyeket kell összeszedni. Besötétedik, ja igen, emlékszem, tehát úgymond lejár az idő azzal, hogy besötétedik, és akkor egy lepke, moly lepke fog szállni itt a képernyő közepén, mutatja, hogy kinek mennyi pontja van, stb. Na, ez a lényeg igazándiból. És a piros az enyémé, tényleg meg a szürke. Hát az most magától megy. Igen, most unatkozik a játék, hogy yeah. Csinálja. De most hogyan kell újraindítani? F2. Akkor így. És a piros vagyok én. Aha, aha, igen. Jó. Hát te már szereztél 2 pontot. Ja igen, és a vízbe is be lehet esni, ha túl nagy az ugrunk. Csak azt nem tudom, hogy hogy sikerült eddig. Hogy esetleg. Na, most ilyen. Jó van. Mi van? De mi ugrál ez? Hát... Na. Elég komoly. Na végre egy megvan. Éj, nem szabad elvenni tőlem. Az az enyém. Éj, nem igaz. Emlékszel, hogy nyomkodtuk a gombot. Ja. Yeah. Na már, ha megint a vagyőnyben. De itt már sokkal jobb, mert itt nincs ilyen irányítási problémák, itt inkább ügyesnek kell lenni. Ó, 2 is. Na már. Várjál, azt nem tudom, hogy lehet vízbe esni. Nem tudom, én se. Vagy nem? Nem sikerül, de régen sikerült. Ne. 28 pont, már így, vagy 30? Nem maradtál egy kicsit, nem? Legint én fogok nyerni. 32? 34? Eddig 4-4. 4-4-4-4-0. Na, mi van? Hát, te verosdásodtál ilyenekben. Túl sok Nintendo volt, nem? Yeah. Na, abban profi vagyok. Ne, nem szabad. Csak én szedhetek többet össze. Ez majdnem meg volt. 2-t egyszerre. És azt egyszerre mondtuk. Ó, vagy ez a... De...
Miért ugrik amúgy magától? Robot pilóta üzem volt, jó volt, akkor csak nyomkodnom kell az albetűt. Ez a baj, hogy az úgy nem ér semmit, de néha időzíteni kell, hogy most kell ugye, és akkor úgy. Na mi van? Ha beesteledett, már mindjárt vége. Nem áll. Ma pont elmegyek mellette, na végre. Áh, láttad? Ó, oh, majdnem elkaptam. És vége. Ez is gyors volt. 26 pont. Egy olyan... Ez eddig 4. 4 null. Ja, ez így nem jó. 4 null. Ja. Be fogsz égni. Na, de ez gyors volt ez a játék. Túl gyors. 10 perc alatt végeztünk. Na mindegy, akkor megint egyeztény. Na, akkor nyomjuk még egyet. Másikat. Akkor jöhet a következő. Na, ez lenne a következő játék. Mi a címe? Kay Storm? Kay Storm. Storm vagy Stone? Stone. Stone. Jó van. Amúgy hozzá kell tennem azt, hogy a BK-sátik azért égeztünk egy csavar, mert ezek olyan játékok, megmondom őszintén, ami elég gyorsak. Nem olyan játékok régebben, hogy mit most, inkább hogy mit most, hogy 10 órá kezd, hogy nyomjod, aztán így kifekve, végre végeztem. Hanem ilyen 10 perc. Igazából durván összesen csak 10 perc lehet max, így 10 perc, de általában 5 perc alatt is lehet végezni ezekkel a játékokkal. Ezek ilyen egyszerű játékok. Na, akkor elkezdtem. Aztán ez most is már csak előnyösen vagyok ebbe. F2. Átment rajta, láttad? Igen. Átment azon a karakteren. Jó, ide jó. Ó, megállt egy helyben. Ja, ez meg jó volt. Látom, itt a googolás lesz a probléma. Hát neked minden probléma. Hát az, hogy egy picit lehúztam a analóg kart, csak egy picit, és már le is googolt. Mit az hol van? Ott van szembe. Az tele van. Na, az most hogyan jön ki. Hát, saját miracizét nem tűnt. Jaj. Most akkor ugyan így jön meg így. Ha lehetett emberek, ebben, hogy láttátok, hogy nevetek sokat. A Robi úgy megtöltötte ezt a poharat vízzel, így szószó sétálja, hogy pontosan poharra jót szemvízzel, és még ráadásul a víz ráfolyt a billetizetre is. Csoda, hogy nem lombott el. De emberek. Miben jön lenne egy kis víztől?